Sziasztok! Tomika vagyok, aki véletlenül is a DB Tomi, mert nem hajlandó Yasuóval játszani, viszont én segítek neki megcsinálni ezt a videót, ugyanis az Arcade skineknek a családját azt szeretném teljesen a csatornán tudni, úgyhogy a Battle Boss Yasuót szeretném nektek megmutatni, akit azt hiszem úgy van lefordítva, hogy ős ellenség, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan, de alapból így néz ki a skin. Eléggé kék és neonos, és nagyon-nagyon szép. Kedvencem a Yasuo, azért voltam hajlandó ezt megcsinálni, ezt a videót Tominak. Úgyhogy most azt hiszem a hazateleportálás az, amivel el szoktak kezdeni a videóit. Úgyhogy ez sem maradhat ki. Egy ilyen kis Minecraft-os malacskát szeretne felkaszabolni, azt csinál belőle egy ilyen zöld valamit, én ezt nem is értem igazából. Na nem is baj. Akkor a Q képesség, az is ugye ilyen kis négyzetek mentén nyomatja el a Q-ját, ez a kis vagány csávó, és hogyha ugye a kettő megvan, akkor szintén egy ilyen sötét-kék, ilyen pixeles láng jelenik meg körülötte, ami szintén így oszlik el, ami nagyon király, nekem nagyon tetszik, és hát akkor a hurikányát is megnézzük, ami szintén ilyen szép, lilás történet, szintén ilyen kockás, hát nem ez a legszebb Yasuo hurikán, én azt hiszem, de azért nekem mégiscsak nagyon tetszik. Hát a V képesség, ugye a szélfal, azt is közelről szeretném nektek megmutatni, ugyanis nagyon-nagyon szép, a színvilága is bejön nekem, és egyébként ez a kis lakat, az azt jelenti, hogy ugye nem jön át rajta semmi. Az E képesség, az a csúszás. Na most ez is egy ilyen zöld kis pixeles vonalat, amit én szoktam paintbe rajzolni. Ezt rajzolja körbe. Vagy hát nem is tudom, elfelejtettem, mit szerettem volna mondani. Úgyhogy még az ultimátumot is szeretném nektek megmutatni. Ami hát így néz ki. Ugye a színvilág az ugyanaz, mint a többinél. És ezek a pixelek is nagyon-nagyon tetszenek nekem, ugye a Minecraft a kedvenc játékom. Úgyhogy még szépen azt hiszem úgy szokott ez történni, hogy hagyjuk meghalni a kis Yasuót, és akkor ezzel szépen lezárjuk ezt a videót. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!